Hello, sziasztok! Kipróbálom az Aldinak a kenyérporát, mert ezt nem mondanám kenyérlisztnek, mert ez már egy kész kenyérpor, egy dolog kell hozzá, víz. És hogyha itt elolvasod a leírását, akkor már legyen benne a videóban úgy, hogy... De ezzel... Minden adat itt van, de az a lényeg, hogy egy harmad. Hát ez így ennyi. Szóval, amennyi a liszt, annak a harmada a víz. Álljunk neki. Szóval, liszt unboxing, vagy kenyérpor unboxing. De kafa. Ide készítettem egy mérleget, ami magát most ki is fogja tarázni. Jó néz ki. Ennyi elég lesz 10 deka? Hát egy 20 dekát azért csináljunk, nem? Hoppá. No. Hát ez itt 180. Elég lesz az? Á, még egy kicsit több, akkor negyed kilót. Na, azért valamennyi legyen. Na jó van. 244 gram, ugye? Most ezt egyszerű elosztani hárommal szerintem elég könnyű, szóval ilyen 80 g víz kell hozzá. Na jó, de 244, akkor 81, nyomjunk egy tarát, és akkor adhatunk neki egy annyi vizet. Hopp, oh, 83, na ezt kell összegyúrni, de? És akkor utána már csak állni, hagyni kell. Hát én ezt most nem kézzel kezdem, hanem kanállal, aztán majd kézzel befejezzük. Ezt valaki tényleg meg tudja csinálni, mert oké, hogy ezt írta a recept, de ezt így ki tudja eldarálni. Ja, valamit elszámoltam, gyerekek, hát a 80, 8x3, 24, hát de az úgy jó, nem? De, ugye? De. Mert ennek a háromszorosa, nem tudom, négyszerese? Valami nem jó, valami nem jó, a matek nem jó. Hát persze nem jó, mert a fél csomaghoz írja, úgyhogy kicsit vegyük át, ehhez még adjunk még egyszer ennyit, akkor leszünk jó. Mindegy, értitek, nem? Szóval kell még 80 gram. Ez 30, akkor még hozunk ide 50-et. Még fél deci víz. Azért kell 160 hozzá összesen, 162, most ez sikerült, most már jók leszünk. Mert ugye a fél csomaghoz az 500 g-hoz írja a 300-at, és 600-at ír az 1 kg-hoz, szóval kétharmad. Nem akartam kimondani, de kétharmad. Kétharmad víz kell, ez a lényeg, ez ilyen deszes kenyér lesz. Szóval kétharmad víz a liszthez képest, és a 240-nek a kétharmada az meg ugye 160, na így most már lett belőle valami, amit akartunk. Ezt itt össze kell dolgozni, kézzel, lábba, akármivel. És utána most fél órára itt kell hagyni, hogy keljen meg. Mert ebben ugye szerintem benn van az élesztő, meg minden maszat. Mennyire ragadós. Hát jó ragadós, ezért nem akartam kézzel, mert akkor ezt már le nem szedem sehonnét. Az is jó lesz, hogyha innét kijön ebből az edényből. Na most egy fél óra szünet, hogy akkor majd ránézzünk erre 3/4-kor. Most erről a receptről eszembe jutott, mert most mutatom, hogy hol olvastam én ezt félre, hogy ott odáig jutottam, hogy ott 300 látod ott fönn, de hát az a fél csomaghoz, és ott írja, hogy 600 az egy csomaghoz. Ott van, vagy egy teljes csomaghoz, 600. Szóval nem ment a matek, eszembe jutott az ismerősöm, aki egyszer kapott az anyukájától a receptet, hogy keverjünk el 200 deka cukrot, 3 vagy 5 tojásban, nem tudom, mindegy, neki sikerült elkeverni, én nem tudom, hogy sikerült neki 2 kiló cukrot elkeverni 3 tojásban, neki sikerült. A süteménynek az volt a baj, hogy betartotta a sütési időt is, mert amúgy lett volna bele egy finom pörkölt cukor, de így szél lett belőle. Szóval majd visszatérünk ide egy 29 perc, szóval megnézzük, mi lesz. Na most elment a fél óra letakarva, akkor most kéne bele a zsemléket csinálni, csak még annyi, hogy a sütőt az 210 fokra
bemelegítjük alsó-felső légkereveréssel, és addig idején dobálok ki zsemléket innét. Hát, milyen zsemlék lesznek? Lehet, hogy sok volt a víz, mert ez valami irgalmatlanul ragadt, szóval ez így elég használhatatlan. Az kő, hogy mondjam, hogy ennyire számít, hogy mennyi vizet teszel hozzá? Ja, lisztes kézzel! Oly-oly! Na majd most megpróbáljuk lisztes kézzel, szerintem itt se fog olyan jól sikerülni. Most tök lisztes a kezem. Nézzük. Hát azért egyen jobb. Ezeket a kis vackokat, de én ilyen alakú vackokat akarok, mert ebből majd panini lesz. Ezeket most szépen oda dobálom, megmutatom a végeredményt. Hát szörnyen ragad, ott tartunk. Szörnyen ragad, hogy folyamatosan kezet kell mosni 2-3 golyónként és lisztezni a kezedet. Ez nem egy könnyű dolog. Ez szerintem az én normál zsemle receptem, amiben van valami zsiradék, az sokkal egyszerűbb, a simán meg tudod úgy gyúrni ilyenkor, hogy nem ragad. Szemben ezzel, ami ez szörnyű. Szóval, hogyha még talán a tetejére szórsz lisztet, na még talán az a megoldás, hogy erre is szórsz lisztet, így a végére. Én már nem tudom, semmibe se vagyok biztos, így legalább a felülete nem ragad, de most meg már minden tiszta liszt. Na se baj. Hát nem kapott el tőle a gyönyör, hogy ez aztán milyen frankó. Ezt még itt a legkisebbre rádolgozom. Mindjárt megmutatom, csak kezet mosok, szóval ez iszonyatosan ragad. Állj! Hát ezt most még fél óráig állni kell hagyni, hogy a sütőt ezt kár volt melegíteni, azt még nem kell. Hanem most itt van a csoda, ami most még fél óráig még állni fog. De ha már langyos hely kell neki, akkor beteszem a nem előmelegített, de langyos sütőbe. Hát ez elég langyos lett. És akkor lejárt a fél óra, úgyhogy most már tényleg elkezdjük bemelegíteni 2-10-re alsó-felsővel a sütőt. Ezt pedig be kell vizezni. Azt írták a tetejét. Meg vágjuk be. Hát, mivel vágjuk be? Valami roppant éles kés kéne. De minek vágjuk be most tényleg? Hogy ez segít valamit? Nem is lehet bevágni. Ez majd látszik, lehet utólag, hát nem tudom, nem hiszem. És ha bemelegszik a sütő, akkor berakjuk sülni. És ha még melegszik a sütő, én pont azért lihegek. És olyan 175 fokon van. Mert hogy ne hízzel el a lisztől, ne legyél cukorbeteg. Közben mehet az edzés ilyen szünetekbe. Jó, volt a 2,5 óra, az 2 széria felső test belefért. Most egy fél széria, aztán mindjárt betesszük sülni. Szóval ha megvan a 2,10, akkor mehet be. Ugye a légkeveréses sütőbe 2,10, ez megy most 10 percig, és akkor utána 180-on még egy 5 kötőjel 15 perc, ahhoz sikerül. És a 10 perc az ugye 43-ig. Amíg 3 perc, szóval hetet van benne. Ez pont a 100 fekvő támaszra elég volt. Szerintem ezt lassan, mivel úgyse fűt, ezért 180-ra én vissza is tekerem. És akkor most így 43. Szóval legalább 48-ig, vagy hú, vagy 58-ig, szóval még addig lehet sütni. 48-kor ránézünk. 45. Na, még ebben 3 percben pont lemegy még a hátsó toló, hol egy 80. Ja, most van 48-nál, azaz most van meg a 10 plusz 5 perc. Hát ezt ingyen sütjük, mert ugye itt kapcsolt volna be, hogy pont annyit hűlt vissza a sütő. Én a fűtését be lekapcsolom, aztán kicsit rákukkantok. Még ez maradhat a csökkenő hőmérsékletbe, amit most a sütő még ad neki egy 5-10 percig. Körülbelül ezt a 170 fokot még tartani fogja, aztán még egy 10 perc múlva kivesszük. Ha most van 52, én most ezt kiveszem, mert most van majdnem a 10, de 10-9. Aztán megnézzük, hogy mit sütöttünk eddig. Egész jó pofa. Egész jó pofa. Most ez, ha teljesen
Zsemlét akarsz, de ezt meg akarod sütni, hogy a szendvicsnek jó legyen, akkor még hagyd benn. De mivel nekem ez panini sütőbe megy, ezért nekem a kicsit nyers a közepe, az nem baj. Tészta jó lesz, és megtanultátok el lényeget, hogy mi a lényeg, hogy ha esztek porokat, liszt, ugye a fehér liszt az a méreg, az rosszabb, mint akármilyen méreg, de akármelyik liszt por, szóval ilyen porokat esztek, zsemlét, kiflét, kalácsot, fánkot, akkor egyetlen egy dolgot ne felejtsetek el edzeni, hogy ne legyetek cukorbetegek, ne hízzatok el, akkor, hogyha szétcsaptátok magatokat az edzés, akkor lehet egy keveset. Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről, ezt most még így megkóstolom, és hip-hop egy kicsikét, hogy mit csináltunk. Amúgy jó néz ki. És irgalmatlan finom.